Ő Karamel. 5 hónapos kora óta él a gazdájával, a nyíregyházi menhelyről fogadták örökbe. Az áremelkedések azonban azt eredményezték, hogy a gazdinak el kellett adni a kertes házát, hogy egy alacsonyabb fenntartású kis panellakásba költözzön, ahova nem tudta magával vinni a kutyát. Így Karamel 8 év után ismét menhelyi kutya lett, és nem ő az egyetlen ilyen eset. Egyre több telefont kapunk ezzel kapcsolatban, hogy a saját állataiktól szabadulni szeretnének a gazdák. Ez több rétegből áll. Van, aki külföldre költözik, vagy kisebb lakásba eladja ugye a családi otthonát. Ezzel próbál spórolni, és sok embernek az első gondolata az, hogy ezt a terhet úgymond, tehát a kutyatartást, macskatartást megszüntesse, illetve ezzel is spóroljon. Úgyhogy az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben sajnos nagyon-nagyon sok olyan telefont kaptunk, ami erre eddig nem volt jellemző, hogy beszeretnék adni, és a körülményekről érdeklődnek olyan tekintetben, hogy mi a feltétele, hogy beadhassanak egy gazdás állatot. Továbbra is azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben az esetekben abszolút nemet kell mondanunk, ahogy eddig is nemet mondtunk, tehát a gazdás állatokra már végképp nincsen senkinek sem kapacitás. A probléma tovább fog nőni, hiszen ezzel párhuzamosan jelentősen visszaesett az örökbefogadási kedv Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az állattartás komoly költségeket jelent egy felelős gazdinak, és a mostani helyzetben ezt nem merik és nem is tudják bevállalni az emberek. Magyarország összes állatmentője küzd, nem csak a nyíregyháziak. Az országban ugyanis több százezer kóbor állat van, a menhelyek befogadó képessége viszont maximum 30-40 ezer kutyát jelent. Emiatt néhány napja már létszámstoppot is kellett hirdetni a menhelyen, de más problémák is megnehezítik most a hétköznapokat. Ami elég rendesen érint minket, az ugye leginkább az üzemanyagárak, hiszen például nekünk az autónk az alapítványos néven van, magyarul céges autónak számít, tehát mi is teljes árat fizetünk ezért, illetve hát az elektromos áram, ami nekünk egy nagy probléma, gáz nincs a telepen, viszont áram igen, és így is eddig is egy elég nagy költsége volt ennek az egésznek, hiszen 5 fagyasztót üzemeltetünk ugye az állatoknak a hús tárolására. Ezek leginkább régi fajta fagyasztók, tehát igen, csak megérezzük azt, hogy sokat fogyasztanak, viszont nincs arra most lehetőségünk, hogy ezeket új korszerű energiatakarékos fogyasztókra lecseréljük, illetve van egy szociális épületünk, amin belül üzemeltetjük ugye a rendelőt, a kis műtőnket, a karanténunkat, az irodahelyiségeket, ezek mind ugye áramot fogyasztanak érthető módon. Az állatvédők jelenleg azt mondják, nagyon nyílik az a bizonyos olló, kevés támogató maradt a folyamatosan növekvő költségek mellé. Pesszimistán állnak a jövőhöz is, az egyetlen cél a túlélés. Nem csak nekik, a gondozásukban lévő közel 200 kutyának és 50 macskának is.